Egy taxisofőr és egy buszsofőr ellen emelt vádat az ügyészség egy 2019. december 28-i budapesti konfliktus után. A Széchenyi István téri körforgalmat elhagyva a taxi vezetője a záróvonalon áthaladva besorolt az autóbusz elé, fékezésre kényszerítve a busz vezetőjét. A taxi tovább haladt, majd a jelzőlámpa piros jelzésénél megállt. A buszsofőr ezt kihasználva áthajtott a szembejövő forgalmi sávba, majd a taxi mellé kormányozta a buszt, és megállt, hogy számon kérje a taxistól a közlekedési manővert. A buszsofőr kinyitotta az autóbusz ajtaját, és az ajtóból vonta felelősségre a taxist. A taxisofőr ekkor a taxiból leköpte a buszsofőrt, aki erre megrúgta a taxi vezető oldali ajtaját. A taxisofőrje ekkor kiszállt az autóból, fellépett az autóbuszra, a ruhájánál fogva megragadta a buszsofőrt, és nekilökte a vezetőfülkét védő plexifalnak, amely ennek hatására összetört. Mindkét vádlott fenti cselekménye kihívóan közösségellenes erőszakos volt, alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen. A budapesti 5. és 13. kerületi ügyészség vádat emelt az ügyben, közfeladott ellátó személy elleni erőszak, valamint garázdaság miatt. A taxi vezetőjével, mint többszörös visszaesővel szemben az ügyészség végrehajtandó szabadságvesztést, közügyektől eltiltást és pénzbüntetést, a büntetlen előéletű buszsofőrrel szemben pénzbüntetést indítványozott a vádiratban.